kapucinustér magasabb keleti oldalának széles lépcsőzeten megközelíthető magaslatánál, a rendházzal egybeépítve, a Szent Háromság plébánia templom, az egykori kapucinus templom. A korábbi épület mai historizáló formáját 1880-81-ben nyerte el a Exner székesfehérvári építész tervei alapján. A 18-19. Században elsősorban a német telepesek használták, 1906-ban és 1933-ban renoválták, 1945 után pedig helyreállították a háborús károkat. A templom homlokzatából félig kilépő gúl a sisakos torony mellett, jobbról Szent Günther remete, balról Assisi Szent Ferenc fülkében álló szobra látható, lábazatukon kettős családi címerrel. A templomhajó alatt kriptát alakítottak ki, amely 1807-ig volt használatban. A templom oltárképe Szent Háromság a feltámadt Krisztus előtt érdelő Szűz Máriával, a földön Assisi Szent Ferenc és Szent János evangélista alakjával. A köztársaság téren kétfelől meredek, részben támfallal erősített magaslaton találjuk a Szent Kereszt plébánia templomot, az egykori Magyar, Tóth és Uri utcák találkozásánál. 1887-88-ban épült Mór középkori plébánia templomának helyén, nyugati tornyának felhasználásával. Plébánosát a pápai tizedjegyzék említi 1333-35-ben, a templom első említése 1484-ből származik. A török korban a reformátusok használták, majd 1696-ban Hochburg János visszaadta a katolikusoknak. A mai templomot Havranek Ferenc budapesti építésztanár és aranyi műépítész tervei alapján Csáder Ferenc székesfehérvári vállalkozó építette. 1892-ben szentelték fel. Az épület körüli temetőt a 18. század végén már nem használták. A videó az Eko Innovációs Műhely megbízásából az Európai Unió és Magyarország kormánya támogatásával készült.